Ne haragudj, de nekem most el kell intéznem egy telefon! Nóra, te vagy az? Alig hallok. Figyelj, nem gondoltad meg magad? Trapézban vagyok. Hogy miben vagy? Tapéta? Trapéz. Gyere le, beszéljünk. Jó, rendben, összeszedem magam és már is megyek. Csók! Szia! Igen? Hol vagy? Itt. Te meg ki a franc vagy? Mit keresnél a pasim telefonja? És te ki a franc vagy? Te hívtál? Én téged biztos nem. Nézd meg itt a szám, ezt talán a te számod? Basszus. Nem téged akartalak, én még félre nyomtam. Kínos. De figyelj, ha már így alakult, nem lenne kedved valamit inni? Szia! Szia, zavarhatlak? Persze, már én is akartanak írni, csak elég furcsán sikerült. Ezt nem értem. Majd elmagyarázom, a trapézban vagyok. Sietek. Szia. Gyere már táncolni! Nem lehet, mennem kell! Jaj, ne már! Tényleg mennem kell, nagyon sietek. De mi lett ilyen fontos hirtelen? A prezentáció. Muszáj megírnom holnap fel. Ezt nem veszem be. Pedig ez van, egyszerűen nem maradhatok. Pedig olyan jól alakul. Majd egy másik életben. Akkor talán másképp alakul. Mennem kell, bocs, majd felhívlak. Ne csináld már, csak most érkeztél. Ugye, mondd meg neki te is. Tényleg mennem kell, ne haragudjatok. A trapézban megyek a sárához. Megyek én is. Ismerek ott egy rosszú csaj. Oké, majd később elmeséled. Addig rázzuk le a csaj. Nekünk most mennünk kell, ne haragudj, majd beszélünk később. Most te is itt hagysz? Mit csináltok ti együtt? Prezentációt írtok? Ja, együtt melódunk. Ja. Szemetek! Hogy együtt melózunk, bassza meg. Hoztad a jegyzeteidet? Csak majd le kell szednünk némi háttéranyagot a neted. De remélem minden meg lesz, mert ha nem, akkor nagyon ki leszek bukva. Na mi van? Most a hűszerelmes arcod, mert ha igen, akkor kurva gyorsan cseréld le valami használhatókra. Hát most ezt tudom nyújtani. De tudod mi van, hogy rendesen izgulok, mint valami gyerek. Ez nem most. Mulatni megyünk. Sőt, nagyon remélem, hogy dugni megyek, hogy rohadtul nincsen kedvem a romantikához. Én most nem nyálazni akarok, ember, csak mondom, hogy mi a helyzet, de mindegy, hagyjuk. És veled van valami nőd a trapézban? Hát nagyon remélem, hogy ott van. Ha igen, akkor hát nem lesz egy egyszerű izg. Én meg van. Nem mondjam. Na mi van, ő az új szerető? Nem, de hogy... Hadd csak hülyéskedik, nagyon vicces vagy, Marci. Amúgy ez egy érdekes történet. Mármint? Emlékszel, mondtam, hogy akartalak már hívni. Aha. Hát így is volt, csak éppen ő vette fel. Ezt nem értem, hogy ő vette fel. Egy szám eltérésével ugyanaz a számotok. Na nem, ez most komoly. Hát, nagyon úgy tűnik. Igen. Ráadásul én is békülni jöttem, de ti úgy látom. Igen. Mi azt hiszem, kibékültünk. Már hát ez olyan csodálatos, hogy minnyire elvögöm magam. Melyik a csajomhoz, jössz? De van barátnőm, és még iszom egy kicsit. Ismered? Ő a... Mi a baj?
Mi az, Zóri? Mi a baj? Miért csináltad ezt? Ne haragudj, én... Mit miért csinált? Kussolsz. Te ne pofázz nekem, hallod? Marci, légy szíves. És mióta tart ez? Számít az? Nem. Igazad van. Semmi nem számít. Kicsim?